Bárányok és nyulak fogadták a gyerekeket szombaton Dalmandon a húsvétolon az iskola udvarán. Az intézmény torna termében pedig csupa móka és kacogás várt a gyerekekre. A mai foglalkozásnak az a célja, a harmadik éve kezdtük meg ezt a húsvétolós rendezvényünket, hogy egy kicsit előhangolódjunk a húsvétra, egy kicsit érezzék a gyerekek, hogy jövő héten már a családdal fogják a húsvétot ünnepelni. A másik fő célunk az, hogy a gyermekek, óvodások, iskolások nyilván nagyszülővel, édesanyával együtt jönnek és érkeznek, és emiatt is olyan játékokat próbáltunk megszervezni, ahol a nagyszülőnek vagy a szülőnek segíteni kell a gyermek. Tehát három korosztályt mozdítottunk meg. Azt gondolom, hogy három év alatt egyre többen vagyunk. Egyre többen vagyunk, és egyre jobban élvezik, és mindig próbálunk minden évben mást és újat kitalálni. 100-120 fő, csak a gyermek létszám, tehát még a vidéki gyerekek ezután jönnek, a dalmandiak már itt vannak, és nincs határ, hogy meddig, amíg valaki van, addig mi itt vagyunk. Sonkás szendvicset készítettünk a gyerekeknek, forró citromos teát, csokoládét, cukrot ingyen elvehetik, az önkormányzat állja és adja, tehát itt minden ingyenes. Játékok vannak, amiket a gyerekek kipróbálhatnak. Úgy látom, hogy nagyon nagy az érdeklődés, nagyon tetszenek a gyerekeknek a játékok. Hát az alap ötlet az volt, hogy a kisebb gyerekeknek is és a nagyobb gyerekeknek is megfelelő játékokat találjunk. Van horgászat, van páros lépegető, nagyon sokféle játék van. A sokféle játékot pedig mind ki is próbálták a gyerekek. A legkisebbeknek a szülei segítettek megcsinálni a feladatokat. Dobálost, a horgászatot, talán még őt nem, de ki fogjuk őt is próbálni. Hát a gyerekeknek kikapcsolódás, ez mindenképpen jó nekik, és szeretnek kint lenni. Nyuszit festettünk. Most meg eljöttünk horgászni, igaz? Eljöttünk horgászni. A húsvétoló program szombaton a dalmandi sportcsarnokban egész nap várta az érdeklődőket.